már élt el, Már csak pushbike, mi? Már csak pushbike. Ez így van, nem? Én már nem tudom, mit így jött. Nem tudom, ennyi van. Őszintén reménykedtem, és a reményhez a sok fiatal a biztatástól nagyon jól esett, és ők húztak. És most egy vicceset fogok mondani, szerettem a lányok után jönni, mert ha a feneke távolodott, akkor tudtam, hogy le akarok maradni. Tehát életem második legnagyobb kihívása volt, mert itt voltam Erdélyben, amikor volt a forradalom. Az volt az első, akkor lőttek ránk, most viszont a szívből lőttek az emberek, biztatás volt mindenütt, úgyhogy életem második legnagyobb élmény. Hány évesen? Májusban töltöttem a 63-at, és 3 éve kerékpározom aktívan, és szintén a fiatalok szeretették, hogy velünk kiabáltak, hogy nem így kell, úgy kell, így csinál. Hát most ide jutottam a fiatalok által. Én hol él? Hol él? Budapesten lakom, a 17. kerületben. Gyakran bringázik? 3 éve bringázok, az idén volt 2000 kilométeren felkészülés, ez mind a fiatalokkal, úgyhogy mondom, életem második legnagyobb élmény. Melyik volt a legnehezebb szakasz, amire így visszaemlékszik, hát, hogy ott már döglesztő volt? Hát megmondom őszintén, a legnehezebb szakasz az a
második volt, mert a tegnapi szakasz az azért volt jó, mert jöhettem, mint a birka, gyorsíthatta minden. Amikor tömegesen jöttünk, az volt a legnehezebb, mert nem tudtunk belendülni, és a fölfele bizony volt nagyon sok tekerés. Először Erdélyben biciklivel? Életemben először, igen. Még jön? Hát ha az erőm meg az egészségem megengedi, akkor szeretnék jönni, mert csodálatos fogadtatás volt részünk, nagyon jó volt a szervezés, nagyon jó működött a rendőrség, mindent, hogy kalapot lehet eddig leemelni. Igen, egyre jobban. Nagyon szép a táj, úgyhogy ez motivált. Tavaly is részt vettél. Milyen elgondolásból döntöttél úgy, hogy idén is ezt a kihívást vállalod? Nagyon jó élmény voltam az egész múlt, vagy a tavalyi hét. Úgyhogy azóta is azokból az élményekből emlegetjük vissza, és reméltük, hogy ez a végez még legalább ugyanolyan jó lesz. Mi az, ami motivál? Miért tekersz? Tök jó egész nap csak bringázni, és szép tájat látni, kajáról gondoskodnak, nincs más dolgunk. Melyik volt a legnehezebb szakasz, amikor érezted, hogy na most elég? Hello. Tegnapi volt a legnehezebb, de a legszebb is. Voltál akkor még ilyen tájakon bringázni? Tavaly nem jártatok ilyen helyeken. Ez a legszebb, valaha voltam mondjuk. És ez azt jelenti, hogy jövőre nagy valószínűséggel benevezel ismét? Ha lesz, akkor igen. Hol szoktál bringázni? Mióta tekelsz? Hát gyerekkorom óta bringázok, de igazából mondjuk azt mondanám, hogy a tavalyi határon túra után kezdtem el túrázgatni. Nagyon komoly kihívás volt tegnap az esőben. Volt, aki 5 órán keresztül fázott, de mindenkit vitt a szíve. Hatalmas élmény volt mindenki számára, és mára pedig itt látható mögöttünk, annak is kisütött. Ennél szebb helyen még hihetetlen nem jártam.